A Kállai gyűjtemény és a kiállításai leginkább a középkorosztályt és azokat vonza, akik érdeklődnek a komoly történelem iránt. Különböző foglalkozásokon azonban a fiatalabbak is egyre gyakrabban megfordulnak a múzeumban. Látogató számot tekintve a Kállai gyűjtemény idén már csúcsot döntött. Működése óta 2022-ben fogadták a legtöbb vendéget. Ehhez nagyban hozzájárult a múzeumok éjszakája is. A mai embereket, az általános iskolás gyerekeket, a középiskolásokat és még az idősebbeket is nagyon érdekli az az innováció, ami a robotikában van benne. Nyilván ez egy nagyon erős tudásbázisú fejlesztési anyag, ami akár a nyíregyházi szakközépiskolákban is megvan és indul, de nyilván ezt cégek is használják, és most lesz ennek egy kicsit felújított változata, sok új újdonsággal, amit megtekintünk. Nem csak ezekkel az innovációkkal, magával a Kállai gyűjteménnyel is megismerkedhetnek a látogatók. Ezért kettős célja van a Robotika 2.0 nevet kapott rendezvénynek. Tulajdonképpen ugyanaz a célja, mint a június 25-i Múzeumok Éjszakája programnak, hiszen a Robotika 1, most pedig a 2.0 fog megvalósulni szeptember 10-én. Sok látogatónk volt, és a látogatók akkor kérték, hogy ha iskolai oktatási időben ezt meg lehetne ismételni, szívesen jönnének. Így esett a választás szeptember 10-ére, és most a Robotika 2.0-ával szombaton 16 órakor nyitjuk a kaput. A Bánki Robot Team régebbi fejlesztései mellett az új, már nemzetközi sikereket is elért innovációit is elhozza. Ilyen például a gyógytornászkesztyű. Sőt, a látogatók akár helyben is készíthetnek majd saját eszközt. Ez egy viszonylag kis egyszerű elektronikai, hát hívhatjuk kütyűnek, egy ilyen kis villogó áramkör. Ezt azért gondoltuk, hogy elhozzuk, hogy lássák azt is a látogatók, hogy milyen háttérmunka szükséges ahhoz, hogy egy ilyen eszköz elkészüljön. Ugye itt mindig, amikor elkészül egy elektronikát is tartalmazó eszköz, akkor beburkoljuk. És nem látszik, hogy mögötte mik azok az alkatrészek, amik működtetik az egészet. Talán egy picit ezzel betekintést is lehet nyerni majd ebbe a folyamatba is. A technika ördöge, Robotika 2.0. Szeptember 10-én délután 4 órától várja az érdeklődőket a Kállai gyűjteményben.